Köszöntjük kedves hallgatóinkat, nézőinket, olvasóinkat. A Klasszis podcastot látják, ugye a Klasszis lapcsoport, az M4, a Privátbankár, a Piacesprofit és a Turinus online lapcsoport terméke, ez a podcast. És ma 2023. június 7-én beszélgetünk az ingatlanpiacról, még mielőtt azonban ezt elkezdenék ezt a beszélgetést, felhívom a figyelmüket arra, hogy ezt a beszélgetést nem csak meghallgathatják a podcaston, hanem nézhetik is a Klasszis YouTube csatornán. Ha még nem tették volna, akkor ösztönzöm önöket arra, hogy iratkozzanak fel, ahol mindenről értesülhetnek, ami a Klasszis lapcsoportról történik, cikkekről, videókról, podcastokról és egyebekről. Na, hát akkor ilyen felvezetés után köszöntöm kollégámat, Mester Nándort, ingatlanpiaci szakértőket. Szerbusz! Hát ugye, mivel te vagy az ingatlanpiaci szakértő, természetesen az ingatlanpiacról beszélünk, bizonyos sokakat foglalkoztat, ugye látva itt a márciusi építőipari adatokat is, ami a KSH alapján közel 10%-os zuhanást mutatott, meg hát ugye az inflációt látva, amit holnap jön majd ki a friss inflációs adat, de az előző havi is ugye 24%-os éves volt. A magas hitelkamatokat, hát nem is sorolom, de a lényeg az, hogy ha valaki most abba gondolkodik, hogy mondjuk új lakást szeretne vásárolni, akkor milyen esélyei vannak? Hát nem túl jó esélyei vannak, de ez nem újdonság, inkább csak az érdekes, hogy tulajdonképpen romlottak ezek az esélyek még az év legelejéhez képest is. Erre egyébként lehetett számítani, mondjuk nem a kormányzati kommunikációt figyelve, hanem a tényadatokat látva, illetve objektíven vizsgálva ezt az egész helyzetet. Azt javaslom, hogy nézzük meg először azt, hogy milyen árak vannak most így a nyár legelején, ezek hogyan változtak az elmúlt 6-8 hónapban, mik a trendek ezen a területen. Utána picit meg lehet vizsgálni azt, hogy milyen önerőt kell előteremteni ahhoz, hogy valaki új lakást vegyen. Nyilván sok mindentől függ ennek a mérete. Aztán megnézzük, hogy milyen kínálat van, ehhez milyen forrásokat tudunk bevonni, ugye, tehát a hiteleket te is említetted, és hát lesz egy csattanó a végén, amit most azért nem árulnék el, de logikusan következik mindabból, amiről majd beszélgetünk. Na, hát akkor vágjunk bele, az árakkal kezdjük. Ugye, hogyha kinyitok egy bármelyik ilyen ingatlan hirdetési portálnak, akkor melbevágó árakat találok, tehát ilyen millió négyzetméter alatti árakkal már talán egy panelhez sem tudok hozzájutni. De most ugye új lakásokról beszélünk, és itt egy igen lendületes növekedést látunk az elmúlt 6-8 hónapban is. Hogyha egy évvel korábban beszélgettünk volna erről, akkor még azt mondtam volna, hogy nem lesz ilyen nagy ütemű drágulás, mert hogy a kereslet az már egy évvel korábban is azért lanyhult, aztán később tavaly ősszel pedig teljesen leállt szinte. De most jöttek ki a tavalyi számok nem régen, tehát az, hogy 2022-ben milyen drágulás volt, hát nagyon megdöbbentő. Budapesten továbbra is ilyen 18-23% közötti drágulásról beszélünk. Falvakban ennél kisebb mértékű volt, ilyen 10-14%-os, és ott eleve a bázis is sokkal kisebb volt, viszont a kereslet egy része az megjelent a falvakban részben, amiatt is, hogy a falusi csokot ugye a kormány meghosszabbította, és már tavaly is elég sokan vették ezt igénybe. És egy kisebb városokban is, illetve a vármegye székhelyek közvetlen környékén lévő kisebb falvakban is megnőtt a kereslet, és az árak is, de ott még azért elviselhetőek. Tehát az árak úgy néznek ki, hogy Budapesten ma 1,5 millió forint a négyzetméter ár. Ez egy átlagár. Nagyon különösen Dél-Budán, és ott is azon belül is a dombosabb vidékeken 1,8 millió és 2,3 millió forint közötti négyzetméteráról beszélünk. Hát ez nagyon magas. Ami azt jelenti, hogy mondjuk Pest-Szent-Lőrinc környékén viszont 1 millió? Nem. Egyáltalán nem erről van szó. Mert hogyha az a 1,5 millió, hogy jön ki az átlag. Nem, és ez meglepő megint. Ugye az, hogy ilyen drága a budai oldal, az szintén nem meglepetés, még illetve az, hogy a belső kerületek, a közvetlen belső kerületek, tehát 5., 6. elsősorban ezekről beszélek, milyen drágák, az ugye kifelé nyomta, a külső kerületek felé nyomta a kereslet jelentős részét, és például Lőrinc, amelyik ugye a délkeleti egyik szélső kerületünk, ott is bőven 1 millió forintot meghaladó már az új építésű lakásoknak ilyen 1 millió 1, 1 millió 2, ami nagy ugrás mondjuk egy 5 évvel ezelőtti 700 ezer, 750 ezerhez képest per négyzetméterről beszélünk. Tehát az árak körülbelül itt stagnálnak ennél az 1 millió 5, 1 millió 6-os per négyzetméternél átlagon. Ezek úgy alakultak ki, hogy ugye a fejlesztők gyakorlatilag ráterhelték a vevőkre a rájuk rakodó összes költséget, tehát a kivitelezésben megnyilvánult költségnövekedést, ugye itt az alapanyagáraknak a drágulását, a munkaerőnek a drágulását valahogy el kellett ismertetni, illetve az, hogy az egyéb hiteleik, amik mondjuk ilyen 5-6 évvel ezelőtt fölvett projekthitelek voltak, ezeknek a refinanszírozása már jóval drágább volt, ugye amiatt, hogy időközben a jegybank fölemelte a központi kamatlábat, így a bankok is kénytelenek voltak ezeket megemelni, tehát ezek a finanszírozási költségnövekedések is valahogy megjelentek a végső árban. Csánat, az alapanyag költségeknél mennyi az import és a belföldi alapanyagnak a részaránya? Ez egy fontos közbevetés, amit mondasz, így van. Nem csökkent, továbbra is ilyen 48 és 50% közötti az importarány. Tehát akkor fele-fele. Igen, de ez már évek óta így van. Holott a kormány ugye különböző, hát részben piactorzító lépésekkel, meg ilyen fenyegetésekkel, razziákkal próbálta letörni az alapanyag árakat, de ez nem sikerült. Azért sem sikerülhetett, ugye, mert tavaly nyáron és ősszel irdatlanul meggyengült a forint. Ugye tudjuk, hogy fölment 420-430 környékére, és ugye az importnál fontos az, hogy mennyibe kerül egy euró. Na igen, igen, csak ugye idén viszont azt látjuk, hogy a forint megerősödött, tehát most már hónapok óta, vagy hetek, hosszú hetek óta, 2 hónapja most már 370 körül van az euró, akkor elvileg onnan egy olcsóbodási folyamatnak kellett volna bekövetkeznie, de ez nem azonnal következik be, tehát ugye itt korábbi bevásárlásokról beszélünk, tehát a 2021-ben adott anyagrendelések jöttek 2022-ben. Tehát akkor ennek mikor lesz hatása? Hát most talán ősszel, és ez ugye azért érdekes, mert valószínűleg egybe fog esni a kereslet további csökkenésével. Tehát az, hogy a jövedelme, ugye erről nem beszéltünk még, de az önerőnél majd mindjárt áttérünk, a jövedelmi viszonyok nem javultak a keresleti oldalon. Olyan szólva. Hát igen, inkább csökkentek. Igen. Vagyis a potenciális vásárlók a korábbihoz képest jobban megnézik azt, hogy mire adják ki a pénzüket, tehát hogy milyen ingatlant vásárolnak. Igen, itt a netto reálbér csökkenés ugye az 8%-os mértéket is elért, ugye, és 10% közéhez közelít. Nagyon sokan elgondolkodnak azért azon, hogy kell-e nekem mondjuk egy 50 négyzetméteres lakásra 80 millió forintot kifizetnem. Igen. Mert körülbelül itt tartunk. És hogy ehhez nekem mennyi öröm van a 80 millióból, hogyan tudom azt előteremteni, hogyan tudom, hát elsősorban úgy, hogy eladom a mostani lakásomat, ha tudom. De miután általános visszaesés van az árakban, egy ilyen 5-8%-os árcsökkenésről beszélhetünk, most a használtakról beszélünk, tehát azt, amit ő föl tud használni önerőként, ezért nyilvánvalóan nyomott áron tudja csak eladni, vagyis kevesebb lesz az a számított önereje. Tehát akkor olyan folyamat van, hogy kevesebbért tudja eladni a használt lakást, viszont drágább a hitel. Drágább a hitel, és drágábban tudja megvenni. Igen, tehát ez egy ördögi kör, ezért mondtam azt, hogy rettenetesen rossz a helyzet, illetve rosszabb lett a helyzet, mint akár csak januárban volt. És mennyi azért van ilyen, hogy minimális önerő? 25% vagy mennyi? Ez beruházója válogatja. Egyébként a beruházók, említetted azt, hogy megnézted ugye ezeket a hirdetési portálokat, tehát én is rendszeresen nézem természetesen, meg tartom a kapcsolatot a különböző beruházókkal, meg a közvetítő hálózatokkal is, és hát nagyon-nagyon beszédes az, hogy mit tesznek ki ugye az ablakba. Hát egymás után jönnek olyanok, hogy gépesített konyha, gépkocsi beálló, tároló, vagy pedig ilyen fizetési ütemezésben valamiféle kedvezmény. Mondok ezekhez összeget is. Egy gépkocsi beálló még garázsban az manapság 5-6 millió forint. Bizony. Na most erre szokták mondani, hogy majdnem egy ilyen kisebb új autó. Igen, áll. Tehát hogyha a teljes lakásköltséget igen. nézem, akkor mondjuk ehhez a 80 millióhoz, és ez még csak egy 50 négyzetméteres lakás, hozzájön még ez is. A tároló az egy ilyen 1,5 milliótól 2,2 millió van, ennyiért kínálják konkrétan, nem adják olcsóbban. A gépesített konyha az nyilván attól is függ, hogy milyen géppark kerül bele, de hát az alsó hangon olyan 2 millió forint szintén, bútorral, ugye meg a gépekkel mindennel együtt, még hogyha nem túl nagyméretű konyháról beszélünk. Úgyhogy minden áron szeretnék eladni ezeket a lakásokat, ez biztos, ezek a beruházók. Egyébként viszonylag kevés van a piacon. Részben azért is, mert már tavaly sem indultak el azok a beruházások, amikre lehetett volna számítani mondjuk a járvány előtt. Uh-huh. Ezeket nagyrészt elhalasztották. Tehát, ha egyszer nagyon szűk a kínálat, akkor abból nem nagyon lehet válogatni, és ezért a fejlesztő tartani tudja a lakásárát. Ahhoz, hogy el is tudja adni, ahhoz kell neki lemondani a profit egy részéről azáltal, hogy ő felajánlja ezeket a bizonyos kedvezményeket. Ráadásul ne felejtsük el, a profitot említettet, hogy ők nem kaptak extra profitadót. Tehát ez az a szektor, amelyik nem kapott, mert sőt, erősen nárközeléről. Sőt, cégen. Nem, hogy nem kapott, hanem még egy kedvezményfaktor van itt, ugye ez az 5%-os áfa. Igen, amit meghosszabbítottak. Meghosszabbították, ugye? 3 igen jelentős körzetet jelölt ki a kormány, természetesen mind a 3-ban NER-közeli építőipari, illetve ingatlanfejlesztő cég működik, tehát ők elkezdhetik, vagy elkezdhették néhány hónappal ezelőtt a nagyobb ívű fejlesztéseiket, amiket lassan majd a piacra fognak dobni, tehát ezeknek egy része még nem jelent meg a kínálatban, de ősszel meg fog jelenni. De miért kell új kínálat, amikor, ahogy te is említetted, eladatlan lakások vannak. Én, ahol ott lakom a Fehérvári úthoz közel, a Kondoros úszodánál, ott van egy, hát mondjuk ki, Semiramis, úgyis meg igen. lehet találni, fejlesztés. Felhúzták, velünk szemben ott van, és tök üresen állnak, szerintem 80%-ában nem költöztek be. Az a helyzet, hogy ugye volt egy erős teljes hullám, amire nagyon sok beruházó ráül, de nem mindegyiknek jött be ez a dolog. Ugye, amikor nagyon olcsó lehetett hitelt fölvenni, 2-3%-on, ugye, mert az alapkamat annyira kicsi volt, akkor a projekthiteleknek a mérete sem volt akkora, mint ma, hanem ilyen 5-6% körül lehetett, és mindez, hogyha viszonylag gyorsan lehetett eladni a lakásokat, akkor gyors pénzforgást hozott. Ebben reménykedve szállt be nagyon sok cég ebbe a bizniszbe. 18-19-ről beszélünk, én is akkor vásároltam. De hogy más nem mondjak, hát mindenki igen. tudja, hogy az úgynevezett nagy őnek nevezett vállalkozó, aki a köröm bizniszben lett milliárdos Magyarországon, ő is beszáll. Remélem, hogy tudják a nézők, az olvasók, hallgatók, hogy konkrétan a neve nem érdekes, de az ő egyik nagy projektje az úgy, ahogy van, bedőlt. Uh-huh. Kénytelen volt eladni egy másik nagy vállalkozónak, aki egyébként nagyon közel áll a kormányhoz. Ő megvette valószínűleg nyomott áron, és most próbálja értékesíteni ezt az újabb 2-3. Szóval summarum az van, hogy még vannak eladatlan lakások, miközben új projektek futnak, meg indulnak. Tehát, hogy mennyi lesz, tehát az új lakásépítés, az hogyan fog alakulni mondjuk 21-22-höz képest 23-ban? Hát az új lakások körülbelül ilyen 5-6 ezer fog maximum a piacra kerülni, ez már nagyon-nagyon... egy ilyen optimista... Ez milyen negatív rekord egyébként, hogy hát mikor volt utoljára ilyen alacsony? Hát nagyon rég, nem? 20 éve. 20 éve. Tehát az, hogy lakás megújítás, erről felejtkezzünk el hát most. Van egy mérőszám, ezt szokták említeni, igen. ezt néhányan vitatják, ez az évi 40 ezer per... Tehát ennyit kellene átadni, vagy felújítva átadni, tehát hogy ez jelenjen meg úgymond a piacon, de hát ettől nagyon messze vagyunk. Szerintem idén jó, hogyha ilyen 15-16 ezer lesz, jövőre ennél még kevesebb, úgyhogy itt a hátul kullogunk a térségben is. De azért gondolom, hogy érdemes akkor visszatérni oda, hogy milyen önerő. Igen, és hogy ez a nyomott árak. Tegyük fel, mondjuk akkor meg lehet azt határozni, hogy egy 100 milliós lakáshoz mondjuk mennyit a 30-35 milliót kell összegyűjtenem? Szerintem inkább 40 és 50 között van ez a szám. És ugye ott van az MNB-nek is illetve vannak olyan szabályok, ahol bekorlátozzák azt, hogy mennyit vehetek föl, mert ugye régen az átkosban, most már mondhatom azt, most nem a rendszerváltás előtt beszélek, azért voltak olyanok, akik 100 100 egységre 20 egységet tettek be, és 80-ig eladósodtak, és ezt most leszorították. Ha jól tudom, ez maximum 60% lehet. Igen, itt az önerő ugye az két részből állhat. Egyrészt úgy, hogy eladom a meglévő lakásomat, másrészt pedig fölveszek valamiféle, és sőt három részből fölveszek hitelt, mondjuk a csokra, és maga a csok például, hogyha a csokra arra jogosult vagyok. Tehát ebből szerintem legalább 45-50 milliót kell ebben az esetben letenni, és az 50 milliót kell fölvenni hitelnek. Nem kevés. Az nagyon sok. És itt azért fontos, amit mondtál, ez a jövedelmi arány, illetve az, hogy az nem javult, hanem inkább romlott a reál jövedelem. Tehát végül is egy ilyen elköteleződés ugye minimum 10 évre szól. A bankok nem is adnak szinte ennél rövidebb futamidőre lakáshitelt, általában semmilyen hitelt nem szoktak nagyon rövid időre adni, kivéve a személyi hitelt, de ugye azt nagyon nehéz megjósolni egy ilyen időszakban, amikor egyébként a gazdaság éppen lefele tart, tehát tudjuk, hogy technikai recesszióban van Magyarország. A harmadik negyedéve, igen. Hogy most akkor mi lesz velem mondjuk 5 év múlva, tehát meg lesz az állásom, ki tudom-e fizetni azt a mondjuk 200-300 ezer forintos törlesztő részletet havonta, úgy, hogy közben óriási az infláció, nagyon lassan csökken maga az infláció, tehát a létfenntartásra is nagyon sokat kell költeni. A szolgáltatások drágulnak, az energia nem lett olcsóbb, szóval egy ilyen átrendeződést is bele kell ahhoz kalkulálni, hogy valaki józanul eldönthesse, hogy mekkora összegre és milyen időtávra fog elköteleződni. Úgyhogy ez nagyon fékezi azt a egyébként normális vásárlási hajlandóságot vagy kedvet, ami az emberekre egyébként jellemző. Hát ilyenkor szoktak az emberek új lakásvásárlás helyett a régit helyrepofozni, felújítani, korszerű, de már arra is hitelt kell fölvenni, az is irdatlan összegbe kerül. Hát igen, illetve hát ugye nem ért hozzá az ember, általában 10-ből 9 nem ért hozzá, mert nem ez a foglalkozása, és a piacról szeretné ugye megvenni. Igen. Hát az viszont nagyon drága. Az alapanyagok is, beszéltünk arról, hogy mennyire drága, a legkevesebb, tehát hogyha csak mondjuk burkolatot váltok, hideg-meleg burkolatot, az is legalább 1,5-2 millió forint egy ilyen közepes méretű lakásnál, csak az anyag, és akkor utána még a munkadíj, nem tudjuk, hogy az milyen minőségű lesz, tehát ez mindenképpen ártalmas. Mi van akkor, hogyha nem tudok új lakást venni? Hát építek, ugye azt mondjuk, hogy ez lehet egy kiút. Tehát lakásépítés, Kalákában vagy valahogy más. Hát de gondolom, az se olcsó. Hát természetesen vannak olyan faktorok, amik majdnem ugyanazok, mint a lakásnál, az új lakásnál, hogyha venném. Tehát ugye az alapanyag drágulásról beszéltünk. Munkaerő. Egy csomó ilyen tranzakciós költség van. Tervezőt kell kifizetni, felügyelőt, tehát ilyen műszaki felügyelőt nem árt. Én ezt nagyon ajánlanám. És utána mindenféle illetékek vannak. Meg hát a munkaerőn azt is értettem, hogy található elegendő munkaerő. Hát ez az, igen. Ugye tudjuk, hogy nagy az elvándorlás. Az Évosz, itt a beszélgetés legelején mondtad ezt az építőipari visszaesést, hát gyakorlatilag 3 hetente kiadnak egy közleményt arról, hogy nem sikerült hazacsábítani a szakmunkásokat, ugye Németországból főleg, meg Ausztriából, mert ott ugye, ahol azért mind a két országnak a gazdasága szintén megszenvedte a mindenféle hatásokat az elmúlt 1-2 évben, vagy 3 évben, de gyorsabban állnak helyre, nagyobb gazdaságról beszélünk, mind a két eset, különösen Németország esetében, tehát eleve a munkának a kereslete is jóval nagyobb, és ezért ugye odaáramlik a szakképzett munkaerő. Tehát akkor az építkezés is igen, eléggé nehézkes. Volt egy friss statisztika, ezt azért idehoznám, hogy a fajlagos lakásépítés 23%-kal drágult 2022-ben 21-hez képest. 23%-kal, tehát negyedével körülbelül. Igen. Itt nem említettem még azt, hogy maguk a telekárak. Tehát ha azt mondom, hogy például az agglomerációban szeretnék valahol egy telket vásárolni, hát az horribilis. Tehát még nem is kell ahhoz elmenni a budai agglomerációba, hanem csak mondjuk Pesten például. Ugye jegyezzük meg, hogy 22-ben az éves átlagos infláció 14,5%-os, ehhez képest 22-23 volt az építési. Hát az durva. Hát akkor ez se pálya, akkor mi marad? Most jön, ami logikusan következik ebből, ez pedig az albérlet. Nagyon sok fiatal élete pályakezdő számára nincs más kiút, sok éven keresztül nincs más kiút, mint az albérlet, pontosabban a lakásbérlet. Itt egy érdekes hullámzást figyeltünk meg, így az elmúlt 3 évben. Ugye a Covid miatt természetesen ez erősen visszaesett, és az átlag ár az ilyen lement ilyen 130 és 150 ezer forint közé per hó. Ez országos? Ez országos, igen. Mert Budapesten ennél magasabb volt korábban is, ilyen 160 ezer forint körül, és ez most 230 ezer forint. Bizony. Ha csak említetted a 11. kerületet, ugye ahol laksz, direkt megnéztem ma reggel a friss adatokat, hát egy 2 szobás, 65 négyzetméteres új vagy újszerű lakás mondjuk a Budafoki út környékén, vagy a Baranyai utcában, vagy a Szerémi útnál, hát az olyan 330 és 400 ezer forint között van. A 400 ezer... És azt ott, hogy körülírtad az én lakásomat. Igen. Ez pontosan ekkora, hogy tehát ez nagyon durva. És a dombon lévő lakópark kilakások, tehát amiket ott adnak bérve, az 430-450 ezer forint per hó plusz rezsi. Mondjuk, de hogyha mondjuk egy egyetemistának mondom, hogy 25-30 négyzetmétert szoktak ők bérelni, még az is durva. Hát persze, az nem 350 ezer, az de mondjuk csak is. 250. Tehát, csak. De ezt ugye egy 2 szobás lakást azt általában ketten ki tudnak venni, tehát elosztják, és akkor fejenként ilyen 130 ezerre jön ki, 140-re, attól függ, hogy hol van. Mondjuk például a 11. kerületnek előnye, hogy nagyon jó a közlekedés, tehát gyorsan be lehet jutni részben a budai felsőfokú intézményekbe, egyéb kereskedelmi központokba, másrészt pedig a pesti egyetemekre, ugye a metró miatt. Ez föl is értékeli ezeket a lakásokat éppen emiatt. Tehát nem lesz soha olcsóbb. Lassan már odáig jutunk, hogy a 11. kerületben a jó helyen, jó közlekedéssel és egyéb más adottságok miatt is jó helyen lévő lakásokat, hát majdnem annyira lehet bérbe adni, mint a belvárosiakat. Nagyon közel kerültek az árak. Itt az értékváltozások fontosak, és följött még egyébként a 13. kerület, részben az M3-as metró miatt, ugye. Azt szoktam mondani, hogy ha egyetemista lennék most, akkor egy olyan 4-5 megállóval kijjebb keresném az albérletet, mint ahogy eredendően gondoltam, mert ott azért 20-25 ezer forinttal olcsóbban megúszom. Persze, és ben vagyok 10 perc alatt bent vagyok. Tehát ez kimutatható, hogy megállónként 5 ezer forint havonta. De és most ezek az árak, hát ezeket ki is tudják, meg is tudják, ha nem tudják megfizetni a bérleti díjakat, akkor le kell, hogy menjenek. És ugye most jön a július végén lesz ugye az egyetemista áradat, amikor kiderül, hogy kiket vettek fel a felsőoktatási intézményekben, jönnek föl a vidékiek, keresnek majd albérletet. Ezért, ha ugye nő a kereset, akkor logikusan nem fog csökkenni az ár. Én azt mondom, hogy 200 ezer forintnál lejjebb tuti, hogy nem fog menni semmilyen esetben se az elmúlt, vagy a következő 1-2 évben. Egyszerűen semmilyen tényező nem indokolja. Tehát aki befektetőként vásárol lakást, és azért veszi, hogy ezt kiadja, az jól teszi. Bár hozzáteszem, hogy ugye aki profi módon teszi ezt, az egyrészt megnézi, hogy milyen alternatív befektetési lehetőségei vannak, azoknak milyen költségei vannak. Például az állampapíroknál, ugye, meg az egyéb megtakarításoknál most a kormány ráterhelt egy igen nagy százalékot, ugye a szocholnak a megemelésével. Kvázi megduplázta igen. Ugye a terhet. Tehát azért itt már nem olyan édes a torta. Ezzel együtt azt mondom, hogy az ingatlan az hosszú távra nagyon jó befektetés, tehát akinek nélkülözhető több 10 millió forintja van, akár még hitelfelvétellel is, vagy részben hitelfelvétel segítségével befektetheti ezt, és hogyha az jó helyen van, jól kiadható, egyébként maga a lakás korszerű, energiatakarékos, stb., akkor ez jó hozamot tud biztosítani, és független úgymond a kormánynak a bármilyen intézkedésétől, ami így a megtakarításokra vonatkozik, ugye, mert ez egy önálló piaci szegmens. Tehát ez valóban a szabad piacnak a része. Hát azt szokták mondani, hogy az ingatlan az egy értékálló befektetés, ugye ez talán most is így lehet a közeljövőben. Azt hiszem, hogy átbeszéltük itt a hazai ingatlanpiac nehézségeit, legalábbis a lakórészét, de maradt még, ugye, például a egyéb szegmens, amit pedig egy hét múlva fogunk valószínűleg átbeszélni, mert ugye a Klasszis Klubot fogjuk megrendezni már élőben, személyes beszélgetéssel, kollégámmal, két panelbe is, az egyik panelben én fogom moderálni, a másik panelt pedig Nándi fogja moderálni. Várjuk Önök ezt, ez jövő szerdán, tehát június 14-én 17 órakor kezdődik, és még lehet rá jelentkezni, szeretettel várunk mindenkit. A szimbolétteremben lesz ez a... Na de ki lesz ott, várjál csak, ez nagyon érdekes. A végére akartam én is hagyni, tehát neves vendégünk lesz, Lázár János építési és közlekedési miniszter lesz a vendégünk, akit fogunk kérdezni, és mellette lesznek az iparágnak a jeles képviselői, tehát szerintem érdemes eljönni, sok érdekes dolgot lehet ott is majd meghallgatni, a felületeinken meg lehet találni, hogy hol lehet regisztrálni, hol lehet megvásárolni a belépőt, és ami az érdekes, hogy ezt egyébként élőben is fogjuk majd közvetíteni. Úgyhogy Nándi, köszönöm szépen a beszélgetést, továbbra is Önöket bíztatom, hogy a Klasszis YouTube csatornára, ha még nem tették volna, ez alatt, akár ez alatt a 30 perc alatt is, ami alatt beszélgettünk, regisztráljanak, és nézzék a további tartalmainkat. Szép napot mindenkinek! Köszönjük a figyelmet! Ön a Klasszis Podcast közbeszéd című műsorát hallotta.